82 éves korában elhunyt Leonard Cohen, kanadai költő, regényíró, énekes és dalszövegíró. Haláláról hivatalos Facebook oldalán tájékoztatták a nyilvánosságot, ahol azt írták, Cohennel a zene egyik legnagyobb tiszteletben álló és legtermékenyebb látnoka távozott. A művésznek nemrég jelent meg utolsó albuma, You Want It Darker. A zenész 1934-ben született Kanadában, középosztálybeli zsidó családban nőtt fel. 31 évesen már elismert íróként költözött New Yorkba, ahol 1966-tól zenével is foglalkozni kezdett. Kezdetben fesztiválokon zenélt, abban az időszakban figyelt fel rá Columbia Records, majd szerződést is ajánlottak neki. Első albuma még nem lett kassza siker, nevét azonban ismertítette Angliában. Későbbi lemezei iránt pedig már Amerikában és Európában is érdeklődtek. Legnépszerűbb dala a Halleluja az 1984-ben megjelent Various Positions című lemezen szerepelt. A teljes dal 15 verszak. Bob Dylannek egyszer azt mondtam, 2 év volt megírni. A 90-es évek első felében többször is keményen bírálta az amerikai társadalmi rendszert és az emberek politika iránti közömbösségét. Amikor ez egészbe belefáradt, egy Los Angeles mellett található zen központba költözött, ahol buddhista szerzetessé szentelték. Leonard Cohen az utóbbi időben már nem mozdult ki otthonról, utolsó albumát már búcsúnak szánta. Fiával és egy régi barátjával a lakásában vették fel a lemezt. Zorán több dalát feldolgozta Cohennek, azt mondja, nehéz behatárolni a műfajt, hogy ez popzene, vagy rockzene, vagy bármi más volt. De Cohennel a zenei világ egy pótolhatatlan színfoltját veszítettük el. Költészet és zene vegyülete volt, egy fantasztikus karizmával megtoldva. Több koncertjén voltam, olyan hangulatú koncertjei voltak, hogy tényleg szinte sírva fakadt az ember a gyönyörtől is, meg minden mástól. Hát ez most nincs, és mindig eszembe jut, ma többször is eszembe jutott, hogy ő a koncertjein mindig megköszönte a közönségnek, hogy életben tartják a dalait. Hát most ezt kell folytatni, de már nélküle. Leonard Cohen 2009-ben koncertezett Budapesten. A művészt Los Angelesben temetik majd el.